A jó idő érkeztével indul a kerékpáros szezon is, nem csak az amatőrök, hanem a versenyzők számára is. Ennek apropóján tartottak sajtótájékoztatót Nyíregyházán. Solymosi János, a Nyírségi Kerékpáros Sport Egyesület elnöke elmondta, nincs túl sok versenyzőjük, ezért idén a toborzásra helyezik a hangsúlyt a 15-17 éves korosztályt megcélozva. Az elmúlt években nagy energiákat fektettek a versenyrendezésbe, és ez nem változik ebben az esztendőben sem. Nyáron a két már hagyományosnak mondható viadalra várják a bringásokat a vármegyébe. A Tour de Vásáros neménye az most az idei választási programok miatt, mert ugye a választásnak az időszakába került korábban ez mindig megrendezésre, most emiatt ugye tolni kellett, 7.-20-án kerül megrendezésre. Eddig ugye a KESZ Amatőr Kerékpáros Szövetség futamai közé tartozott ez a verseny, de az idei évben bekerült az MKS Liga Kupa futamba, tehát ez gyakorlatilag az országos bajnokság alatti szint már, és ugye elég komoly kis mezőnyre számítunk. Illetve az augusztus 14-15-i dátummal kerül megrendezésre az ifjúsági világkupa, idén már 5. alkalommal, a tavalyi útvonal és a tavalyi sémának megfelelően az első nap Vásárosnaményben a Berekben lesz egy körözés, második nap pedig délelőtt Ibrány, délután pedig a nyíregyházi belvárosi egyenkénti, ami eddig már ugye jól debütált, és a tavalyi útvonallal, a tavalyi módosított útvonallal kerül idén is megrendezésre. Újvári Zoltán két év szünet után tért vissza Nyíregyházára. A BMX freestyle versenyző Japánban eddigi legjobb világkupa szereplésével kezdte a szezont. Nálunk a versenyszezon az szinte február elejétől december végéig tart most, és már az első versenyünk már február közepén Japánban került igaz megrendezésre, és az utolsó versenyünk az decemberben lesz világbajnokság Abu Dhabiban. Közte 3-4 világkupát szoktak elejteni az évben különböző helyszíneken, és mellette még a kisebb versenyeket is szokták szervezni az, hát a környező országokban főleg. És hát én igyekszek minél több versenyre eljutni, meg versenyezni, mellette pedig a napi két edzésemet folytatni itthon is, és készülni folyamatosan azért, hogy a legjobb formámat tudjam adni. A japán verseny egyébként a világkupákhoz képest, amik számomra a legnagyobb rangú versenyeknek számítanak, azokon a legjobb eredményemet értem el a 20. helyezéssel. Az ottani teljesítményemmel teljesen elégedett voltam. Igaz, tudtam volna még a döntőben egy kicsit több trükköt is megmutatni magamból, amivel 3-4 helyet tudtam volna szerintem javítani magamon, de mivel most az eső, így erre most nem került sor, de majd legközelebb. A BMX freestyle ott lesz a párizsi olimpia műsorán. Az ötkarikás játékokra két kvalifikációs versenyző lehet kijutni. Májusban Sánkhájban, júniusban pedig Budapesten vetélkednek a szakág legjobbjai. Utóbbi helyszínen ott lehet a mezőnyben Újvári Zoltán is.